Tavaly mutatták be először a Szekszárda tervezett rekreációs központ előzetes látványterveit. A nagyjából 2,5 milliárd forintos beruházásról 2016-ban állapodott meg Ács Rezső Szekszárd polgármestere és Orbán Viktor miniszterelnök. A wellness fürdőt teljes egészében állami pénzből, a Modern Városok program keretében építik meg a Tolnai megye székhelyen. A több mint 1600 négyzetméter alapterületi komplexumban nagyjából 1000 négyzetméternyi medence felület kaphat helyet, de mások mellett gyerekpancsolót, dzsakuzzit és masszázszobákat is kialakítanak az épületben. A létesítmény tervezése már el is kezdődött. Erre 69 millió forintot elköltött az önkormányzat az államtól kapott 82 millióból. Csak hogy a munkát le kellett állítani, mert az Éjjel-Szekszárd frakció az eredeti tervtől eltérve nem itt a már működő strand melletti parkolóban akarta kialakítani a wellness központot, hanem az életveszélyes állapota miatt korábban bezárt Toldi utcai egykori uszoda területén. A közgyűlés akkor kötelezte Ács Rezsőt, hogy kérjen állásfoglalást a miniszterelnökségtől, meg lehet-e változtatni az eredetileg tervezett helyszínt. A válaszlevél most érkezett meg, és azt tartalmazza, hogy a kormány csak akkor ad pénzt a beruházásra, ha az az eredetileg tervezett területen a strand mellett épül. A támogatás erre helyszínre használható fel, tehát nem lehet elvinni máshova, hiszen ez egy koncepció része, ami a uszoda, a fürdő, strand, sportcsarnok, mondjuk azt, hogy háromszögben helyezkedne el. Vagyis az eredeti elképzelésnek megfelelően a strand, az épülő uszoda és a majdani rekreációs központ egymás mellett lesznek kialakítva. A strand fogadó helységét egyébként kifejezetten ennek megfelelően alakították ki 2012-ben. A rekreációs központ tehát már biztosan az eredeti helyszínen épül meg, legalábbis az állam csak ebben az esetben biztosítja hozzá a forrást. A tényleges kivitelezése a mostani tervek szerint legkésőbb 3-4 éven belül tud elkezdődni.